Másképp kell lehetetni a kutyát, amikor kiskutyákat vár, és amikor szoptat. Igen, erről már korábbi adásban is volt szó, de nagyon-nagyon jó, hogy föltették újra, mert érdemes ezt valóban átbeszélni. Az vemhes kutyának a táplálásánál ma azt tartjuk, hogy nagy változtatást az első két trimeszterben nem szükséges végrehajtanunk. Ha az alaptáplálása a kutyának egyébként igényes és jó minőségű, akkor ebben a trimeszter első és második trimeszterben nem kell változtatni. A harmadik trimeszterben viszont ügyelni kell arra, hogy az energia igénye, a kalcium bevitel igénye, egyes vitaminok igénye, iránti igénye az anyakutyának megnő. Ilyenkor érdemes vemhes, illetve szoptató kutyának való tápra váltani. Ha nem táppal etetünk, akkor a megfelelő szakkönyvekből érdemes utána nézni, hogy pontosan mik azok az anyagok, amiket túl kell adagolnunk ahhoz, hogy ez optimális legyen a vemhes állat utolsó trimeszterében. És ami a legfontosabb, hogy amikor a szoptatás, tehát a szülés után a beinduló tejtermelés, a szoptatás rettenetes nagy igényt támaszt az energia emelésére, tehát az energia bevitelének az emelésére, a kalcium, a mennyiségére nagyon igényes ilyenkor az állat, a D-vitamin ellátására nagyon kell figyelni, tehát ott már egy kiélezettebb helyzettel állunk szemben, hiszen a hiánybetegségek úgy próbál megfogni, az anya szervezet annyira rá van állva arra, hogy a kölykök minden igényét maximálisan kielégítse, hogy a tejnek az összetétele, az gyakorlatilag még akkor is optimális képes, hogy optimális legyen, amikor az anya szervezet már ki van éhezve. Az ilyen állat ilyenkor lesoványodik és hiánybetegségi tüneteit mutatja, mégis a tejnek az összetétele az utolsó pillanatig szinte tökéletes. Ez azt jelenti, hogy önfeláldozó a szoptatás ideje alatt az anyai szervezet, mindent a kölykökért alapon beletesz a tejbe, akkor is, hogyha ebből neki kevés van. Ezt az önfeláldozó magatartást, ezt figyelembe kell vennünk, és ilyenkor, tehát a szoptatás ideje alatt valóban ezeket az extra igényeit alaposan ki kell szolgálnunk az anya állatnak. Minél kisebb testű kutya, annál érzékenyebb a szoptatás ide alatt például a kalcium kérdésére, a kalcium adagolásra. Ismert probléma például a Yorkshire Terriernek a kalcium hiányos tetánia, görcs, amely a tejtermelés beindulásának az időszakában a legjellegzetesebb és leggyakrabban alakul ki. Ha nincs megfelelő kalcium raktár a kutya szervezetében, nem készítettük elő a vemhességnek az utolsó trimeszterében egyfajta kalcium depó, nem sikerült egy kalcium depót fölhalmozni a kutyának a szervezetében, akkor az első tej elválasztásának a ideje környékén nagyon könnyen előfordulhat, hogy olyan hiány lép föl az anyai szervezetben kalcium iránt, amely már görcsöket idéz elő.